Köszöntöm Egri Ferencet is Sárgeresztesen, a Sárgeresztesi Művelődési Házban. A Keresztesi Média keretein belül szeretnénk önnel egy interjút készíteni, amelyben ugye, mint említettem, egy-két kérdést szeretnék feltenni önnek, itt a festőművészet kiállítással kapcsolatban. Feri bácsi, ön keresztesi lakos, most már nagyon régóta, és hát a másik oldal ennek a történetnek ugye, hogy Sárkeresztesen ül, és egy ideje, és hát már jó ideje festő is. Mióta és mióta lakik Keresztesen? Keresztesen 1989 óta lakom, ide nősültem, itt építkeztünk, és ennek pillanatban itt alkotok Sárkeresztesen. Alkotásait a természet útján nyeri, tehát ki jár, sétál az utcán és abból látja meg a dolgokat, vagy valami más az oka, vagy más ikleti meg azokból a gondolatokat, vagy akár eseményeket, amiket ugye lefest, illetve képeket elkészít? Onnan kell elindulni, hogy ezeket a képeket ugyan nem természet után teljes egészében festem, hanem egy belső sugallat, belső érzés, és ehhez keresem meg gyakorlatilag azokat a részleteket, tájakat, illetve portrékat, ami gyakorlatilag belőlem fakad. És ezeket próbálom meg megfesteni, hát valamikor jobban sikerül, valamikor kevésbé, de lehet, hogy minden tudásomat úgymond beleadom ebbe a művészetbe. Ugye hozzám a zene közel áll, ténylegesen, mert lényegében azzal is foglalkozom valamilyen szinten otthon. Láttam egy képet, amin itt most majd meg fogjuk mutatni a nézőknek is, amin látszik egy ember, aki gitározik, és ugye nagyon-nagyon jól megvan festve a kép, és látszik az élmény, amit mű neki a zenén, és ezt mi iklette el, vagy ki látható a képen? Ez onnan indult, hogy nagyon sok prezentációt kapok a számítógépen a barátaimtól, és többek között ez is volt egy olyan kép, ami megfogott, és amire azt mondtam, hogy ezt meg kell festeni, ez annyira megindított. Az arc kifejezése a gitárosnak, a koszos, zsíros kabátja, és én úgy éreztem, hogy ez egy New York utcazenész, aki áthangolja a gitárját, és megpróbál teljes átéléssel. És amikor megfestettem, a Zabonyi Feri barátom, amikor meglátta ezt a képet, kérdezte, hogy milyen címet adtam neki. Mondom, jelen pillanatban még úgy körülbelül nem tudom, hogy mit adok neki, azt mondja, tudod, mit adjál neki? Na mondom, mit? Mondjuk, felgeteges átélés. És tényleg így van, ő gitározik, tehát ő tudja azt, ő érzi azt, hogy mit érezhetett ez a idézőjelben New York-i utcazenész, amikor átéli ezt a gitárjátékot. Feri bácsi, ha valaki szeretné ezeket a festményeket otthon a szobájában látni, akkor hogyan tud ezekhez hozzájutni, vagy egyáltalán hozzájuthat-e? Bevallom őszintén, ezek a képek saját képeim. Tehát olyan szempontból a saját képeim, hogy ezek én belőlem indultak ki, és ezek lelkileg az én képeim. És ezektől a képektől én szívem szerint nem bánnék meg. Hiába rengeteg van otthon, cserélgetem, hol lesz a konfér, hol lesz a konfér, és én szeretem ezeket a képeket látni, úgyhogy hát bőven fogalmazva nem szeretnék eladni képet. Ajándékba adok, tehát mert olyan sok barátomnak adtam ajándékba képet, nem hála jelül, hanem azért, mert többek között a gitáros, az a Zabonyi Feri tulajdona, mert önnek annyira tetszett, mondtam, akkor legyen a tiédé, és te is nézd meg élesz, hogy egyáltalán mi a gitárjáték. Tehát gyakorlatilag én képet így nem adok el. Hát Feri bácsi, üdvözlöm az örökösét, már előre is. Köszönjük szépen, hogy riportot adott magunk, és a további nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a munkásságához, és sok erőt és jó egészséget. Mi is köszönjük.